üdvözöllek titeket, és akkor ebben a videóban folytatjuk a CNC-nek az összeszerelését, mégpedig le a CNC váznak az alsó keretével fogunk foglalkozni, illetve magával az Y-tengellyel, majd meglátjuk, hogy ez mennyi időt vesz igénybe, hogyha belefér ebbe a videóba, akkor pedig összeintegráljuk a már elkészült X és Z tengellyel az egész vázat, és akkor tulajdonképpen így elkészül a CNC-nek a váz szerkezete, illetve a három tengely. És akkor kezdjünk is ehhez hozzá. És akkor magával az Y-tárcának fogunk foglalkozni. Ugye itt az Y-tengelyen érdekes módon egy ilyen tárca van, hasonló egyébként a 3D nyomtatóknak a tárcájához, egy ilyen pontosan nem tudom, ilyen 20x20 körül, cm körüli méretű ilyen perforált alulemezően, olyan, hát egy ránézés ilyen 3-4 mm vastag. És ugye erre kell felszerelnünk a görgőket, tehát szükségünk van erre a tárcára. Ugye van nekünk maradék görgők, ugye ezeket a görgőket mindjárt itt én megkeresem, ugye itt vannak a, így van, 4 darab görgő, csapágyak kellenek hozzá, azt mondja, hogy kell, azt mondja, 4 darab M5x25-ös csavar, ugye itt a tolómérőm, ez nekem kell, M5x25-ös csavarok kellenek, szerintem ezek lesznek azok így ránézésre, de megmérjük, nem, ez csak mások, akkor elnézést, akkor ez lesz az M, és ebből kell 4 darab. Így van. 4 darab csavar. Aztán kell hozzá még, itt a leírás szerint is, 6 darab, illetve 2 darab 6 mm-es alumínium távtartó. Tehát ebből kell nekünk 2 darab. Így. És 2 darab excenter. Érdekes, ebből még 3 darab excenter van. És igazából olyan, mintha lenne belőle tartalék, hát nem baj. És akkor most bemutatom, hogy hogyan kell ezt az excenteres történetet beállítani ezeknél a görgőknél, ugyanígy kell 3D nyomtatóknál is beállítani. Ugye láttuk, hogy a kocsit, hogyha rárakom, ugye itt ezek fix görgők lettek, ezek pedig excenteresek. Ugye ezekre ide most például egy 8-as kulcsot rá lehet tenni, és az excentert egy 8-as kulcssal lehet forgatni. Ugye nagyon egyszerű, fölrakom magát a tárcára, ez a magát a szerkezetre a kocsit, ezt mutatom, nem magamat, és ugye most ha megnézzük, akkor itt erőteljes kotyogás van, és akkor nagyon egyszerű a dolog, elkezdem állítani az excentereket. Ezek ugye meg vannak húzva, de nem teljesen, tehát annyira, hogy tudjon engedni az excenterrel, ha én állítom. És ugye, most már csak előkotyog, itt hátul már nem kotyog, ugye? Annyira kell beállítani, hogy épp egy pici feszültség legyen benne. Most beállítom ezeket is. Tehát nem szabad nagyon teljesen behúzni ütközésig, hanem annyira kell húzni az excentert, hogy a kotyogás megszűnjön, egy enyhe feszültség legyen a görgőkbe. És akkor ugye könnyen mozog, de most már a tálca semmilyen irányba, sehol nem kottyan, sehol nem lóg. Ugye ez 3D nyomtatóknál is érdemes lehet megnézni, hogy ugye minél szélesebben kell a görgőknek lenni, tehát nagyon sokszor látom 3D nyomtatónál, hogy ugye ilyen keskeny profilon fut a két görgő. Hát ugye egy ekkora profilon nem lehet normálisan beállítani, utána utólag csinálták már azt a nyomtatóknál, hogy ilyen dupla profilon, nem is ez három széles, hanem ilyen kettes profilon már tették, az már jobb volt az a megoldás, de még egy ilyen pedig még jobb, vagy pedig két külön tengelyen fusson.
Ugye annyira kell beállítani, hogy amikor itt ráfuttatom, akkor érezem, hogy van egy kicsi feszültség. Még egy leheletet állítok rá. Így. Ezt a görgőt lehúzom. Ugye ilyenkor megfogom az alsó anyát, és az alsó, megfogom felül az imbuszt, és így fogom meghúzni magát ezt a dolgot. Tehát lekontrázom, ne tudjon mozdulni. A feszültség benne maradt, nagyon jó. Megnézem a túloldalt is. Hát itt még nem érzem a feszültséget, tehát itt még szorítok a görgőn. Most már megvan az a kis feszültség. Ugyanígy ráteszem ide alulra a villáskulcsot. És meghúzom a csavart. És ugye az eredmény az, hogy könnyen mozog. Látszik, hogy azért a saját súlyától is képes elindulni, tehát nem szorul. Viszont a befutásoknál érezni, hogy megfeszíti a görgőket egy kicsit. Ugye ez fontos, hogy ez nagyon-nagyon stabilan legyen. Rakom tovább össze az X-tengelynek ugye a két végét. Nos, és egy olyan részhez értem megint, ahol egy picit meg kellett állnom. Ugye elkészült a maga a Y-tengely, pontosabban az Y-tengelyen ugye felraktam ezt a kocsit ugye a vászszerkezetre. És utána ugye itt a dokumentációból is szembesültem, hogy erre kellene valamilyen, egyébként is gondolkoztam, hogy erre nyilván erre kell valamilyen feltét, amin a megmunkálás fog zajlani, de hogy mi legyen az. És hát, hogy te a videóban kitér róla, ugye nagyon jó egyébként, tehát van egy összehajtásos videó, és olyan alkatrészeket használ egyébként, ami nincs úgymond a készletben. De hát nem baj, végül is elmondta, hogy miről van szó. Igaz, hogy itt colos, meg incses méreteket ad meg, de azokat át lehet számolni, hogy ezt úgy csinálja meg, hogy MDF lapot használ hozzá. Hát most én utána néztem, nekem itthon milyen maradék ilyen MDF lapon van, ilyen bútorlap, és ebből lesz megoldva. A videóban kettő darabot használ egymásra téve. Két ugyanilyet, most nekem per pillanat csak egy van, amit itt levágtam, de a második annyira nem is érdekes, mert a másodikat utólag is föl lehet szerelni. Ezzel viszont az a baj, hogy ezt a magához, ehhez a kocsi szerkezethez, ugye itt alulról hozzá kell csavarozni. Ugye, és ez fix lesz rajta. Na most, hogyha ezt én nem csavarozom hozzá, akkor ugye itt az a probléma van, hogy utólag ezt nem tudom felszerelni. Tehát ezt nekem most mindenféleképpen meg kell oldanom, hogy ez rajta legyen a magán a tálcán. Nagyon egyszerű a dolog egyébként, kerestem ilyen hulladékból bútorlapot, és gyakorlatilag ebből levágtam egy darabot, lecsiszoltam a szélét, és ezt fogom most fölcsavarozni. És akkor tegyük is föl rá ezt a szerkezetet, és akkor meglátjuk, hogy hogyan fog kinézni ténylegesen ez a kocsi. És akkor láttuk, hogy hogyan készült el maga a tálcája a CNC-nek, és akkor most folytatjuk tovább az Y-tengelynek a szerelését. Most ilyen sarkokat kell nekem felrakni, nútanyákkal, csavarokkal, illetve rakom rá nyilván a motoros
a motort, ugye a menetes szárat, és ugye ennek a tengelynek is ki fogjuk próbálni a mozgását. Szerelem össze, és amikor össze van szerelve, akkor utána leteszteljük ennek a mozgását, és hogy hogyan mozog a maga a tálca, az Y-tengely. Elvileg összeraktam ezt a tengelyt, hát kezdődjön a próbája. Ugye szokásos tesztet fogom csinálni, hogy összerakom, adok neki egy tápot, és megnézzük, hogy mi történik. Picit a sebesség le van véve. Nézzük, hogy hogy megy a tengely. Tudja, most zörög egy kicsit, de ugye minket annyira nem zavar. Ez a maximum. Azt is néznem kell, ugye, hogy meddig tud futni. Hát ez tökéletes. Tehát ugye meg kell néznem, hogy a motor nem ütközik-e bele magába a mechanikába, de nem. És teljesen jó megy. Hát ha most adok neki egy kicsit nagyobb, már túl sok neki ez a jel. Ugye látjuk, ugye, nagy a jel, nem bír elindulni. Jó, működik. Működik jól. Az az igazság, hogy teljesen rendben van. Ugye teljesen rendben van, látjuk a kocsinak a mozgása. Ugye ez teljesen jól viszi. Hát ugye ez az, amit mondtam, hogy ugye teszter nélkül ezt elég nehéz lenne tesztelgetni. És ugye ennyire kellett nekem, hogy ezt én így meg tudjam hajtani. Illetve menet közben is most gondoljuk bele, hogyha mondjuk a szerelés közben valamelyik tengelyt odébb kell nekem állítani, akkor ugye ezt kézzel a menetes orsókat itt tekergetni azért az elég körülményes. Hát azért itt sokkal egyszerűbb, hogy majd rádugom azt a kis tesztert, és akkor odébb hajtom a tengelyt, hogy kell.
Elkészült ugye az Y-tengelyem is, és akkor most következik a váznak az összeállítása. Össze kéne rakni ezt most már egy egészé, és akkor meglátjuk, hogy nagyjából hogyan is fog kinézni ez a CNC, mekkora nagy lesz. Hát ugye azt látjátok, hogy a munkaterület az körülbelül ekkora. A munkaterület ilyen 25x25-ös munkaterülete van körülbelül, ahogy én ezt láttam. Habár nem mértem meg, hogy mennyi az Y irányú mozgása, majd ezeket a végén lemérjük, meg majd meglátjuk, hogy hány milliméter mozgást engednek ugye a szerszámoknak. Ugye sok mindentől függ még, ugye függ attól is, hogy hol helyezkedik el majd maga ugye az X-tengely. Tehát ez még sok mindentől függ. De hát majd mindjárt meglátjuk, hogy rakom össze magát a gépet, az egész szerkezetet. És akkor, mint látjátok, el is készült tulajdonképpen a mechanikai összeszerelés a gépnek. Tehát, hogyha most megnézzük, ugye így néz ki maga a gép. Ugye tengelyeket meg ki lehet rajta próbálni. Ugye most jól jön ez a kis eszközöcskénk, amivel ki tudjuk mi ezt tesztelni. Ugye nézzük meg ugye az E tengelyt. Ugye látjuk, gyönyörű szépen működik le föl. Megnézhetjük az X-tengelyt. Ugye látjuk, szépen megy az X-tengely is. Ugye majd egy kis olajat teszek a műszerolajat, tehetünk is egy keveset a magára az orsókra, csak éppen egy finoman, egy nem is többet, csak egy pár cseppet. Ezt majd szépen széthordja, nem kell túlzásba vinni a kenőolaj használatát. Ugye hát nézzük szépen, ennek a bútorlatnak a szélei szépen ki tud menni a gép. Mind a két irányba, nagyon szépen mozog. Még ugye fel kell szerelnünk ide a varrómotort. Ugye
és a... Ugye a tárca is szépen mozog. Hát ugye ez azért rezonál jobban, mert ugye az átviszi maga a váz az asztalra az egész mozgást. Ugye meg kell néznem, hogy mi lesz az a maximum, meddig kimehet a tálca. Körülbelül ez az a maximum rész. Ugye ennyi, eddig tudunk kimenni. Ugye ez azért lehet érdekes, mert ugye motort, ha felszereljük, akkor ugye a motor valahol körülbelül itt lesz a fúrófej, vagy a marószerszám. Jó. Én úgy gondolom, hogy ebben a részben körülbelül idáig fogunk eljutni, és úgy gondolom, hogy ezzel egy nagy előrelépést tettünk. Tulajdonképpen mondhatnák, hogy mechanikailag nagyjából a gép kész van. Persze vannak még itt ilyen különböző végállás kapcsolóknak a felszerelése, meg kialakítása, de ugye ez már nem a készletnek a része. Tehát ezt már nekem kell egyedileg majd itt megoldani. Ugyan még itt van egy-két apró ilyen fül, hogy a tápegységet, meg ilyesmit föl lehet szerelni a gépre, de gyakorlatilag ezeknek a kialakítása már az én saját elgondolásom szerint fog menni. Valószínűleg ide terveznem kell lesz majd akár 3D nyomtatott kis konzolokat, vagy egyéb ilyen dolgokat. Ugye meg kell oldanom a vezetékelést, ugye azt is valami szebb formában, hát ugye látszik, hogy ugye például az X-tengelynek a vezetéke, ugye ide egy energialánc kellene, máshová nem, mert ugye az X-motor, illetve az Y-motor az fixen áll, ennek az E-motornak kellene, illetve majd a Maró motornak a vezetékéhez valamilyen energialánc, vagy valami hajlékony megoldás, lehet, hogy csak be lesz kötegelve maga a vezeték. És körülbelül ennyi ez a rész, innen fog majd ez természetesen folytatódni, hogy mikor nem tudom, de igyekszem ezt a projektet is befejezni, és igyekszek rajta úgymond túl lenni. Igazából azért érdekes az a dolog, mert ugye ez nem a saját gépem, és szeretném, hogyha már üzemképes lenne működni, és akkor lehetne próbálgatni, hogy végül is mit tud ez a masina. Úgyhogy ez a videó itt ennyi volt, hogyha tetszett, iratkozz el fel a csatornámra, ha lehetőséged van, akkor természetesen támogathatsz is, akár Patreonon, vagy akár más formában, ha nem, az sem probléma, nézed a videóimat, ha valamilyen kérdésed merül fel, akkor tedd fel nyugodtan, és akkor megpróbálom megválaszolni. Elköszönök tőletek, sziasztok!